világ legkülönfélébb tájairól hazatért honfitársaink mesélik, hogy amint megismerték nemzetiségüket, á, Hungari, Puskas, Pak, Bravo, vagy más hasonló módon reagáltak. Szomorú tény, hogy a hazai nagyközönség annak idején csak minimális tájékoztatást kapott a tömegkommunikáció eszközei keresztül annak a Papp Lászlónak a profi mérkőzéseiről, aki világszerte dicsőséget szerzett Magyarországnak, és állami engedélye versenyzett a hivatásosak között. Negyed századdal pályafutásának kényszerű befejezése után végre lehetőség nyílik többségében soha nem látott, nagyszerű mérkőzéseinek felelevenítésére. Lassi, 29 meccsed volt a profik között. Szerinted ezekből hányat látott a magyar közönség? Ebből csak egyet, a Dan Christensen elleni Európa-bajnoki mérkőzést, amit hát szerencsére sikerrel megnyertem, azt az egyet látták. Azt az egyet? Se a Folledo, se a Tiger Jones? Semmit, itt nem mutatták. És körülbelül hány mérkőzésekből vannak filmrészleteid? Film egy olyan 8-9 mérkőzésről van. És akkor ezeket fogjuk itt majd látni? Igen. Hát nézzük őket. Ez az első bécsi mérkőzésen, ez a Carl Decker a futballistáknak. Ja, igen. A szövetségi kapitányuk, itt a osztrák bajnokkal boxoltam. Hugo Köhler, igen. A Köhlerrel. Ez volt a negyedik meccsed. Igen. Az első háromról nem maradt fenn felvétel? Nem, mert az első három Németországban volt. Igen, Alois Brand, Herbert Szóha és Gerhard Moll. Igen. Két négy és egy hat menetes. Hát aki nem ismerné Papp Lacit, az idősebb, illetve a fiatalabb generáció, a világos nadrágos az, jobb keze van elő, tehát fordított alapállású, és... Arról is valószínű megismernek, hogy az ellenfelem magasabb. Igen, alacsonyabb, úgy van. És még egy, amit magáról szokott mondani, a lábaiddal kapcsolatban egy hasonlatot. Egy számmal nagyobb lovat kaptam gyerekkoromban. Villámgyorsan bújt ki egy támadás alatt. Muszáj volt. Ez volt az első olyan meccs, amit már 10 menetre tervezte. Igen. És ez volt az, ha jól emlékszem, ahol menedzser nélkül kötöttétek le, mert az első három meccs után a menedzser egy kicsit cserbe hagyott benneteket. Igen, igaz. Főleg nagyon magabiztos volt a mérkőzés előtt, nagyon magabiztosan nyilatkozott. Hát gondolom, itt már egy kicsit alább szállt az önbizalma. Nem láthattuk pontosan, hogy hanyadik menetben vagyunk, de itt már nem úgy néz ki mindenki. Hoppá, gyönyörű jobbkezes. Még túl sok önbizalomra oka lehetne. Most ugye, most hamar itt egyet hátrafelé. Ó. Mars a sarokba. Kisandított az edzőre, hogy mit mutatnak, mit tanácsolnak neki. Most attól függetlenül ez egy kicsit gyors felvétel, de annyira éles vagy itt, olyan képpen eredmény az élességnek. Igen. A vége is. Igen. A vége is, hatodik menetben volt a kiütés. Igen. Ez az Adler milyen zapos volt, szegény, ha nem hozták a köppenyemet. Félt, hogy megfázom. És szintén Bécsben van. Amerikai fényvészen, Bill Tate. Igen. Egy fiatal, lelkes. Igen. És jó masszív gyerek volt, nézzel, milyen masszív srác. A kilencedik meccsen. Igenis, még a fiatalok, hogy mondjam, túlzott elkesedése benne van. Igen. Nagyon jó alakul, én Robinsonra emlékeztetni. Jó, masszív kis rászolt. Alkasznak. Igen, most... Bum! Ó! Nagyon szép pont. Átcsúcsra egy balhalom.
Finom akarom. Elnézést az adalásért. Hívd a harmadik menetben volt a kiütés. Harmadik menet, igen. Na, ő már Péter Müller. Ez már Péter Müller. Mégpedig ez a második mérkőzés. Még három meccsed is volt vele, ha jól emlékszem. Nagyon kemény. A fekete Péter. Ez volt egyik Európa-bajnoki mérkőzés. Nem tudom, hogy ez az. Most, ha hátra bukfencet fog csinálni, akkor a második meccsed, ahol nem feltartott kézzel. Na, most igen. Hoppá, igen. Ennyi idő után is még így emlékszel rá. Mi az, hogy érzi az ember gondolat, hogy most kijönni. Nagyon népszerű versenyzője volt a NSZK-soknak. Igen. Kölni. Fekete Péternek hívták, ha csak röviden PM-nek. Alkatilag szintén hasonló hozzá, és kemény verekedő. Nagyon rendes kis rász volt, nagyon szerették otthon. Igen, ez a második mérkőzés. Még pedig nagyon rövid időn belül, 61. szeptember 10-én Kölnben mérkőztél vele először, igen. Ott döntőfölény volt a 8. menetben. És ő visszavágót kért, mert döntőfölényben részbe sérülés is szerepet játszott, igen. És ez október 13-án Bécsben van ez a mérkőzés. Igen. 4. menetben vége is lesz. Hát egyértelműen eldőlt, hogy ki a jobb. Aztán még egyszer megpróbálkozott az Európa-bajnokság és később. Most igyekszik nagyon zártan boxolni. Véletlen fejelés volt. Kinyitja magát, amikor üt, úgyhogy ezt mondhatnám, neked teremtették. Kiemeli a fejét ütés közben. Most ugye. Ó, valahol. És egy hátra bukfenc. Húz egy kicsit balra. Nem, van szíve, mert folytatta, nagyon jobb keves. Megadom magam az ügyel. Elnézést a zavarásért. Igen. K.O. volt a 4. menetben. Nagy ünneplés, Bécsi közönség. A szintgyerek volt rá, Tiger Jones. Ez egy 10 menetes mérkőzésen volt. Hát, azt hiszem, hogy ez volt a forradó előtted volt a ranglistán, de a Tiger Jones volt talán a legrangosabb ellenfele, igen. Igazi világklassz is. Négy világbajnok volt, Robinson megverte. Igen. Johnny Brettont és Keith Gavilant, változó világbajnokokat, Robinsont és
Gyárdja volt, aki később megjelent benne. Krisztenzen tartjuk egy pillanatra. Igen. Itt volt ezen a mérkőzésen, mert ez az Európa bajnok, az ő ellene Európa bajnoki mérkőzés előtt volt, igen, mert a következő mérkőzés Európa bajnoki volt vele. Ez a 19. meccsed. Igen, és eljött megnézni. Nagyon kemény, igazi, masszív, öreg profi. Bizony, megütögettem apám egyszer ki, azt hiszem egyszer padlón is volt, de rá se rádott fel, hát az jött tovább. Nagyon keményen üt, nagyon ütésbíró. És állja is. És egy igazi profi dolgot láthatjuk, amit előbb céloztam rá, hogy a fogás, illetve nincs erre nekünk szakkifejezésünk tulajdonképpen. Üt egy nagyot, és már rád is feküdt, oda feküdt hozzá, és nem. Ha nem kulcsol át, akkor nem fogás, tulajdonképpen nem szabálytalan. Jó, hogy tetszett, megütött. Igen, csak sajnos, hogy nem lehet már, pont az ütés kimaradt, igen. De az eredményt láttuk, a hatást. De nem izgatja magát egyáltalán. Nem, rá során. Ez a kemény fickó volt. Nem unatkoztam arra. Igen, és itt most te támasz például, nem másod szándékot. Talált is jól a valahol. Jó sorozás volt. Igen, muszáj volt, ha ott voltam közel, oda kell mindenit. Össze is feljeltünk. Itt már Balogyan is elért az előbb. Igen. Inkább horogütő, inkább közelharcos típus. Hát alkatilag aztán 1-2 centivel magasabb volt nála, de ugyanaz a típus. Igen, de masszív gyerek már néz, olyan háta van, mint egy három ajtaszat. Így ránézést, és egész más, mint az angol. Topolga találta. És még ütött is a gyerek. Igen, látszik rajta az öreg profinak a magabiztossága. Igen. Milyen hallgások volt egy jobb közös elő. Balogyan is kell talán. Neki is a hajlásos védés a legerősebb védekezési fegyvere. Hát itt fejjel kicsit. Aztán dobáltam a hordon fejét. De hát... Jó sorozás volt. Igen, mert sokszor közvetlen közelre oda megy leeresztett kezekkel, és ez csak olyan csinálhatja meg, aki nagyon tud hajlással védekezni. Eldobta a fejem a hónaljára, láttam. Itt viszont ott talál két balhordon is. Ha jobb kézi keresztbe kapja, akkor nem is van. Késő együtt, hogy minden egyedül a szépségbe sem, és második lesz. Hát, nem is arra készültem. Itt inkább csak úgy, hogy megmentette magát, pihenni akart egy kicsit. Gyerünk tovább. Fáradt vagy rogyan, vagy mind a kettő.
És ezt is az öreg profiktól gyakran lehet látni. Lamotta csinálta például állandó ezt. Ha bajba volt, akkor egyszerűen előrehajolt annyira, hogy a fejtető nézett az ellenfél felé, ami a legkevésbé praktikus célpont, mert szétmegy az ember keze rajta. Úgyhogy amint bajban egyszerűen előre rakja a díjét. De azért avval együtt kap el annyit, hogy egy csapat meg az előre külön. Csapatban neki mezőnben. És már jött is vissza, balfelé az angolokkal. Melyiket tartod a legnehezebb profi meccsebben? Azt hiszem ez volt ez. Ez volt ez. Akkor látottakból ítélve is. Igen. Van benne valami. Jó sorozat volt. Jó sorozat. És hogy de neki. Neked is van ütésbíró képessége, azok most egyértelműen elgyőlt. Mert eddig nem igen láttunk, hogy megütöttek volna. De itt minden onnan a pillanat alatt. Itt jól hajolgattál el, de egybe akadt az elit is. Hoppá, igen. Viszont valahol megütöttek. Igen, ez társas lehet. Igen, és ezen a meccsen ez különösen kidomborodik. Hírő akciót sürgetek az előtt, hát mint hogy ez egy is kevés, akkor nem tudom, mit van. Nagy sorozások voltak mindkét fél részéről. Ez olyan meccs volt, hogy még most is jól esik, mikor vége van. Krisztezen az ellenfél, az Európa-bajnoki mérkőzés. Már padló is. Ő is kellemetlen ellenfél volt, ahogy olvastam a korabeli újságcikkekben, mert elment megnézni a mérkőzéseket, a Tiger Jones elleni meccset. Igen, láttuk is akkor a ring mellett, és hát megnézte, hogy mire számíthat, és nagyon zártan boxoló is. Döfkedik ki ezt a száraz szikár bal kezét, mert itt volt egy nagyon jó felütés egy célben. Majdnem egy fejjel magasabb nála. És szintén rutinos öreggel szűző. Ez a 20. mérkőzése volt, és végre Európa-bajnokság, ami tulajdonképpen már jóval előtte is esélyes voltál rá, hiszen olyanokat mérkőztettek, hogy a Scholz évekig filmezett, nem védte meg a bajnokságát, és utána a Scott McCormack, és a teljesen ismert nem volt, hogy első 10 között az Európa-bajnokság, ami Popmeyer nevű holland között rendezték meg, hát ez egyik a Európa-bajnokság. Bajnoki meccsek szervezésének a nagy titkainak. Most kellemetlen, mert hosszabb nálad nehéz elérni, nagyon jobba legyen, és ez így is nagyon zártan boxol. És egy rutinos öreg profi. Törtedi rendületen lesz a száraz, szikár balkezét, és
Nagyon nehéz megütni, nehéz elérni. Még az időnként sikerült készíteni. Azért próbálgattuk, próbálgattuk. Nagyon jó, a testre balhol, a fejre balhol, összetétel. Két halott fejre. Nagyon jó, beinessel. A tarkó fogásáért figyelmeztette a bíró, mi közbe jutott. Na, egyszerűen hallogattál el. Egyik ütése talált. És szünet volt, azért nézegették, mert néztem, hogy olvasni ott ki a Európa Bajnoki boxmeccsről. Mert a gyakorló nagyon jól betalált. Gyomorra bal kéz. Elhajolt a fejlőtött jobb csapott elő. Bal talált. Már megint talál. Jobb halad is. Hát így elnézve az ellenfel egyetlen a legaktívabb, aki ilyen közel és közel is dolgozik, aztán annak, hogy alkatilag inkább az előnyös nekem messze marad. Igen. Nem, nagyon jó készes, nagyon jó versenyző volt. Itt a sorgok felütések, tehát nem csak vívni tud. Tudott az mindent. Rövid, szűk, korok, felütés. Tudod, ez mindent. Két évvel később nagyon készült a visszavágásra Kopenhágában. Sajnos erről nincs film, de emlékszem, hogy még Matt Fleischer, a Ring Magazine híres szerkesztője, és átment a meccsre, ő készített riportot. És egy olyan kép jelent meg, ahol éppen egy testgyakorlás végez, a fekvőtámaszt csinál éppen, és érdeklődve nézed a másik sarokból, hogy mit keres ez ott. Valahol nagyon jól talál.
megsérült a személy, és az orvos nem engedte. A Ringmagazin szintén hozza azt a képet, amikor igen, a jogcsapottal ott elütött. Igen, meg is voltam lepődve, mert nem értettem. Igen. Láttam ugyanúgy sérült, de nem tudtam, hogy ennyire. Újságíró, fotósok, tömegje, filmesek, és ott az Európa vagyunk, a koszorú, megvan a bajnokság. A Ring magazin két oldalon tudósított erről a mérkőzésről, ami ritkaság Európa bajnokságról. Hát milyen érzés ennyi idő után vissza? Hát, persze, nagyon jó érzés, pláne a győztes mérkőzések után nyilván, hogy ez nagyon jó érzés. Christensen, ez a meccs után lehet mondani, kiértékelítek barátilag most már a dolgokat. Ez a Szívas Pista, néz oda. Szívas Pista? Igen. Hát gondolom, innen sok dolgokkel ment át rendszeresen. Uh-huh. Itt látható a Ring magazin a világ legrangosabb ökölvívó szaklapjának tudósítása Papp László Európa bajnoki győzelméről. És külön egy kép. Szerencsésen elkapták azt a pillanatot, amikor az a bizonyos jobb csapottal a bal szemöldökét megsérült, és amire leléptették utána. Az összes mérkőzésből csak ilyen rövid részletek vannak, vagy van olyan, ami teljes meccs megvan? Megvan, két mérkőzés van meg, a George Aldridge Európa-bajnoki mérkőzés, és a Folledo. Szintén Európa-bajnoki mérkőzés. Szerintem meccsek lesznek, akkor nézzük az Aldridge meccset. Igen. Bal oldalt látjuk, paklaszik, csalogatja magára ellenfelét, gyomorra talál bal egyenessel. Eddig nagyon zártan esnyez, hát már ismerik Lasszit, úgyhogy muszáj zártan boxolni, mert tudják, hogy amíg nyitva hagyják magukat valahol, akkor ott valahol felrobban vagy a jobb kéz, vagy a bal kéz. Hát nem is unatkoztam ezzel az angol fiúval. Az első látásra még elmondom, a lányos képe van, de olyan volt, mint az oroszlán. Hát az angolok mind rendkívül szívósak. Nagyon zárt fedezékben, és keményen, szárazon nyomkodja ki a bal egyenesen. Szépen csúsztál be mellette. A muszáj volt. Végig ellenütésekre, egy kis tisztán látszik a stílusod, hogy nem első szándékú, tehát nem lerohanó versenyző voltál, hanem igyekeztél kicsalogatni, kiugrasztani az ellenfelet, és ezt becsúszni a kezem mellett, és onnan elhelyezni az ütéseket. Így gyomorra volt, hogy jó bal egyenesen. Igyekeztem kihasználni a hibáját. Meg csapott el, elhajolt, igen. Bal viszont talál gyomorra. Mindkét versenyző vár. Ez olyan szituáció, amikor a laikus közönség azt mondja, hogy már nem csinálnak semmit. Hogy csak ott bújkálnak, hajolgatnak, nem csinálnak semmit. Nem tudják, hogy ez mekkora idegharc. Igen, csak ott kint ülve nézni, ez sokkal könnyebb. Igen, csodálkoznak, amikor úgy megy a sarokba a versenyző egy ilyen menetnek a végén, ahol esetleg végig ez történik, hogy nem is ütnek, csorog a víz rólik, és ott fülön is venni a levegőt. Hát bizony, elég ideges ütten. Amit valaki alapállásban áll, gyakorlatilag nem lehet megütni. Ez volt nagyon szép akció, világos balkész gyomorra és jobbkész fejre. Nagyon jó védekezett a gyerek. Igen, tehát itt erre megy ki a játékos mindkét fél részéről, hogy a másik kezdeményezését szeretné kiprovokálni, és kihasználni az ott megnyíló lehetőségeket. Amint üt valamit valaki, rögtön valahol szabaddá válik. Long.
Hát első menetlen erőfelmérés jegyében folyt, ismerkedtetek egymással. Igen, mert látni nem láttam a fiút, se hallani hallottam róla, de látni nem láttam a közmást, úgyhogy... Második így látszik, felpisztálták támadásra, mert egy kicsit aktívabban kezdett, mint az elsőben. Na, tudod, a jobb keze mennyire ott van az állammal? Igen. Nehéz is volt állítani. Gyönyörű jobb csapat volt. Igen, ezt vártam, hogy a kezdjön. A klasszikus keresztbeverés, mikor ő kezd jobb kézzel, és te találsz jobb kézzel. Igen. És lássak, mennyire jól védekezik. Igen. Igen, hajolgatás. Sokan az ötövívásban csak az ütést látják, és ezért sokan nem szeretik ezt a sportágat, mert azonosítják a verekedéssel. Én szerintem sokkal szerencsésebb az a néző, aki több oldalról tudja élvezni ezt a sportágat, aki például a védekezést is tudja díjazni. Mert előbb az a két hajlás itt is. És milyen jó, mikor az ember időben elhajol a pofon, nem? Igen, igen. Ott kezdődik a védekezés, hogy ott kezdődik az ötörírás, hogy védekezni is tud az ember. Itt talált egyszer az angol is. A társaságtól. Bizony. Mindenre kitaláltál, aztán visszajön Balagyon is. Fantasztikus érzékelés. Egy a középsúlyban nem olyan kis súlycsoport, ahol ilyen gyors dolgokat lehet látni, és megszokott az ember, ezt inkább a kisebb súlyúak csinálni. Villándos hozzátok, megint a vége, ugye nem levegőbe ment. Itt is látszott az angol, milyen jól zárta a jobb kézzel azt a horgot. Muszáj volt gyorsnak.